A mi hazánk többször felszólalt a készpénz használat visszaszorítása ellen. Legutóbb azzal a felháborító intézkedéssel szemben adott ki dr. Fischer Zsuzsanna szakpolitikusunk közleményt, melyet az OTP bank hozott, amelynek értelmében megsarcolják február 1-től a készpénzbefizetéseket, pedig a bank bevételei ezt nem indokolják. A készpénz visszaszorítása a fiatalok körében is megkezdődött, hiszen több bank is hirdeti, hogy a fiatalok ne készpénzben tartsák a megtakarításaikat, hanem nyissanak náluk számlát. Ilyen kezdeményezés például a Granit Bank virtuális malacperseje, ahova a család tudja utalni gyermekei részére a zseppénzt. De ugyanennek a banknak közösségi média oldalán lehet olvasni az alábbi szöveget, idézem: ne bajlódjatok a készpénzzel, inkább használjátok ki a Granit e-bank app nyújtott előnyöket. Természetesen mosolygó, boldog emberek képeivel ábrázolva ezt. De meg lehet említeni azt a nemrég napvilágot látott hírt is, mely szerint a volánbuszokon szabályosan büntetnék a készpénzzel jegyet vásárlókat. Ez az intézkedés kiemelten érinti a fiatalokat, hiszen rengeteg diák ingázik lakóhelyétől az iskolába, így akár egy általános iskolást is büntetnének, ha nem bankkártyával fizet. A Mi Hazánk ifjai követeli, hogy a készpénz használat legyen alkotmányos jog, és tiltakozunk mind a bankok, mind más cégek készpénz használat korlátozását propagáló üzenetei ellen. Hagyják békén a fiataljainkat, és ne vonják bele a gyermekeket az ebben a világban még igazán szabadságot nyújtó készpénz elleni harcukba a globális nagyvállalatok.